A mai reggelen beszélgettünk már több alkalommal ételekről. A kedves nézők is megosztották velünk, hogy mi kerül az ünnepi asztalra. Most azt hiszem, hogy a mostani vendégünknél szakértőbbet keresve se találhattunk volna, hiszen Juhász László mesterszakás, és egyike azon keveseknek, akik egészen a kezdetektől, a fiatal éveiktől végig a pályán maradtak. Most már hány éve is szakácskodik, Laci? 25. Hát azért ez már egy szép Igen. időszak. Így karácsony előtt azt hiszem, hogy kevesebben vannak azok a háziasszonyok, akik örömmel készülődnek az ünnepi menüre, azokra az ételekre, amik majd itt napokon keresztül a családi asztalra kerülnek. Manapság elég kevés az idő, és mindenki rohan, mindenkinek inkább nyűg. Elsősorban én arra lennék kíváncsi, van-e arra vonatkozóan valami hasznos tanácsa, hogy hogyan lehet megkönnyíteni ezt az ünnepi készülődést, sokan a mély hűtőszekrényre esküsznek. Hát én nem. Főleg ilyenkor télen nagyon jó az erkély is. Előtte 2 nappal szépen aprólékosan állunk neki az ünnepi éteknek, hiszen ez egy olyan ünnep, hogy a szeretet ünnepe, és ezzel szebbé tehetjük a szeretteinknek az ünnepet. Tehát egy terített asztal varázsa a megfelelő étellel, hát én úgy hiszem, hogy ez emeli igazán szépi ezt az ünnepet. Ahogy az embereket elhallgattam, túlnyomó rész még mindig az a jellemző, hogy a klasszikus, hagyományos karácsonyi télvégi ételeket sorolták fel, a halászlevet, a töltött káposztát, jó, nehéz magyaros ételeket. Az utóbbi években azonban már jönnek újabb fogások is, egyre nagyobb népszerűségnek örvend a pulyka. Igen, hát a pulyka az örömteli fénypont a gasztronómiánál, főleg ilyen ünnepekkor, ugyanis az a tapasztalat, hogy túl esszük magunkat, túl isszuk magunkat. És ezért talán jó, hogy hallal kezdünk egy szent este. Én is magam szűk családi körbe is mindig halat készítek. Ez többféleképpen el lehet. Hát mindenki esküszik a hallére, mindenki ért hozzá Magyarországon, úgy érzem. Itt nem is adnak tanácsot, mert ez olyan, mint a foci Magyarországon a hal. Illetve a tengeri halaknál mondanák egy-két ötletet, hogy hogy vegyük el a halnak az illatát. A tengeri hal illata elég erős. Például egy tonhalnál egy fokhagymás tejbe egy-két órát áztatjuk, lecsöpögtetjük, és úgy vagy rántva, vagy roston. Nagyon szépen el lehet készíteni ízletesen, sőt egy kis szezámmagba beforgatva roston, ez nagyon mutatós is. A pulykára visszatérve, én ajánlom, hogy sokan veszik ezt a bébi pulyka néven árult pulykát, ugye, de hát ez a bébi pulyka, ez néha 5-6 kilós is. És én itt azt ajánlom, hogy ne egybesüssük a pulykát, hanem részeire bontva, ez gazdaságosabb is, többféle ételt tudunk készíteni. Így például, ha a pulyka mell filét göngyöljük, töltjük valamivel, az megint egy főétel, a combrészeket nagyon finoman meg lehet sütni. Ezek kis szalonnával spékelve, kis fokhagymás tejfővel meglocsolva, például mielőtt megsült volna teljesen, pirosra sütjük, nagyon finom étel. És ezt gyümölcsökkel, köretekkel, vajonpára zöldségekkel tudjuk szebbé, ízletesebbé tenni. Itt az a lényeg, hogy a színek és az ízek összhangban legyenek. Tehát ez, ahogy meg van terítve egy díszes asztal a gyertyával, főleg karácsonykor. Ha ezt mi egy olyan étellel koronázzuk meg, hogy itt összhangban vannak az ízek, a színek, hát én úgy érzem, akkor igazi egy ünnep. Ugyan még az ünnepek előtt vagyunk, de én azt hiszem, hogy nem árt beszélnünk már most arról, hogy ezek közül a klasszikus karácsonyi ételek közül melyik milyen ideig tartható el, hiszen sokszor telnek meg a kórházak ünnepek után azért, mert az emberek felelőtlenül megeszik a húslevest 3-4 nap után is, pedig úgy tudom, hogy ez könnyen romlandó. Hát igen, a zöldségek által, főleg ha már tésztát is belefőztük, azt egyáltalán nem szabad tárolni. Frissen főzött tésztával elfogyasztani, úgy igen, illetve ha tároljuk, akkor tészta nélkül, leszűrve zöldségek, kiszedve belőle a húsok, elkülönítve, ez az úgynevezett elkülönített tárolás, és ezáltal tovább tartósítható. Tehát egy 2 napig nyugodtan, még az erkén is most a -5 fokba el lehet tartani.
Az egyik könnyen tárolható, kevésbé romlandó étel a töltött káposzta, ami biztos, hogy nagyon sok család asztalára kerül, sőt azt mondják, hogy minél többször melegítik, annál jobb. Mitől van ez? Ez így igaz. Hát a többfajta hús, hát én ahogy készítem, körömtől kezdve a fejhúsig, a fül, a sertés orr része benne, kis füstölt íz, és ez ha összeérik, ez mindig finomabb. De hát én nem vagyok karácsonykor híve a töltött káposztának. Ez az az étel, ami nagyon régóta szokás nálunk, és hála Isten, hogy a hal és a pulyka kiszorítja. Meg talán a mostani disznóvágások, mindenki eltelik a hússal, és ez azért egy nehéz étel. Főleg, ha még utána bájglit is eszünk, hát az akkor azért megtereli a gyomrat. Hallottam már olyan szakácsról, aki azt mondta, hogy hát bizony, amikor ő otthon van, akkor örül neki, hogyha a tűzhely közelébe se kell mennie, hiszen a munkahelyén reggeltől estig ezt csinálja. Ön hogy van ezzel? Hát én is a munkahelyen el tudok fáradni, de az, aki szereti a szakmáját, az egy kikapcsolódás, ha otthon a barátainak, a szeretteinek, főleg karácsonykor elkészít egy ételt. Hát én most így összekötöttem a kellemest a hasznossal, ugyanis január 15-én lesz egy városi, megyei verseny, és én arra készülök, és egy olyan ételt készítek el egyből, amire indulok a versenyen, és ezáltal kipróbálom. A családon tesztelik? Családon, igen, hát a nejem is szakács, anyósom is szakács, a gyerekek is értenek kicsit a gasztronómiához, és én úgy érzem, hát az ő véleményükre is adva, így tesztelem le. Egy versenyre négyszer, ötször ki kell próbálni egy étket, és akkor indulhatok nyugodtan, nyugodt szívvel egy versenyt. Önnek egyébként van kedvenc étele? Általában magyaros ételeket kedvelem, belsőségektől kezdve, de hát talán a pacal a kedvenc ételem, de gondolom ez meglátszik rajta. Az ünnepi asztaloknak elengedhetetlen kelléke része a sütemények garmadája. Tudom, hogy ez egy egészen más szakma, mégis nem állom meg, hogy meg ne kérdezzem, hogy a sütés területén mennyire mozog otthonosan? Hát a kell dolgokat, inkább pogácsákat, de inkább a gyümölcsöket és a krémeket szeretem, és azt szeretem elkészíteni. Ezt ajánlanám a háziasszonyoknak is, ugyanis a bájgli elég nehéz étel, és eléggé túl is esszük magunkat, de egy gyümölcs salátával szebbé, egy egzotikus salátával föl tudjuk dobni mind az asztalt, és én úgy érzem, hogy egy könnyebb étel. Én ezt ajánlom, vagy egy főzött krémekből készült süteményt, ami nem, tehát a vajas krémektől attól ockodok, és nem is szeretem. Végezetül ossza meg velünk, kérem, hogy akkor ezek szerint a verseny menüje azonos lesz az otthoni ünnepi menüvel, igen, milyen részekből fog ez állni? Hát ami a verseny nem szerepel, az egy aranyló tyúkkulcsleves, ugye az természetes. És ami a verseny főfogása lesz, az egy tubesi szarvasjava zöld köntösbe, az a neve. Utána egy fahéjas parfé zöldalma mártással és almával díszítve lesz a menü. Mennyi idő alatt készül ez el? Hát én ma este neki fogok állni, kicsit előkészülni, illetve holnap is egy köveset, úgyhogy karácsony első napján, hát mivel egy nejemi szakás besegítve, de nyugodtan úgy érzem, ebédelhetünk, és nem lesz a konyhában zsúfolt, csak egy jó óra alatt akkor már elkészül az étel, amikor már jól elő van készülve. De hát ez vonatkozik a munkahelyre is, ha elő vagyunk készülve teljesen, tehát egy vendégvárás van, akkor nyugodtan várhatjuk a vendéget, akkor nem lesz úgymond rumli szakmai nyelven konyhában. Végezetül még egy egészen bizalmas kérdés, hiszen a háziasszonyok jól tudják, hogy a főzés az nem ér véget ott, ahol elkészül az étel, sőt még ott sem, amikor tálalják és a család ezt jó ízűen elfogyasztja, hiszen a konyhában utómunkálatok is vannak, amik nem örvendenek túl nagy népszerűségnek. Ebből vajon ön kiveszi a részét? Hát én inkább annak vagyok a híve, amíg főzök, magam után rendet teszek. De ha már elfogyasztottuk az ételt, akkor vagy a nejemnek, vagy a lányomnak a munkája, és közösen rendet tesznek a konyhába. Mindenki részt vesz benne. Nagyon boldog karácsonyuk legyen sok-sok finom étellel. Köszönöm, hogy itt én volt velünk. Köszönöm, és mindenkinek ugyanezt kívánom.